Több ezeren ünnepelték együtt május 1-jét a Csanyikban. A Nosztalgia Majálison gasztronómiai és kézműves vásár, vidámpark, ugrálóvár, koncertek és közös főzések várták a családokat. Gulyalábasok fogadták a Nosztalgia Majálisra érkezőket a Csanyikban. Idén a hagyományokhoz visszatérve ismét itt rendezték meg az eseményt. Kártyaparti, íjászkodás, körhinta minden mennyiségben, bábszínház, bográcsban rotyogó gulyás és a tavaszi napsütést élvező miskolciak. A szervezők minden korosztályra gondoltak. A Csanyikba özönlöttek az emberek, több ezren ünnepelték együtt május 1-jét. Veres Pál polgármester úgy fogalmazott, tavaly azt gondolták, az akkori majálist nehéz lesz túlszárnyalni, idén mégis sikerült. A városvezető a munka ünnepén, visszatekintve az elmúlt évekre elmondta, jó lett volna a folyamatos, kényszerű válságkezelés helyett végigvinni a 2019-ben megálmodott terveket. Megmutatni, hogy mire vagyunk képesek, békeidőben, amikor nem az állandó veszélyhelyzetek, válságok megoldásán kell dolgoznunk, és erre fordítani szinte az összes erőnket. De hát nekünk, és én városvezetőként sajnos el kell, hogy mondjam, hogy nekem eddig ez a békeidő nem adatott meg. A polgármester hozzátette, éppen ezért döntött úgy, hogy 2024-ben újra indul a polgármesteri címért.